Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit templomunkban az évzáró darma beszéden. És az a jó hírem, hogy nincs év, amit zárni kellene, mert hogyha kicsit kitekintünk keletre, akkor a holdú év még nem jött el. Az iszlám, a zsidó, esetleg a baháj, a dzsain, a hindus, az egyéb időszámítások, azok mind-mind más éveket eredményezhetnek és a Föld és a Nap még nem egyezett meg arról, hogy melyik legyen az az év, amit most zárunk. Az egyszerűség kedvére 2018-asnak nem sokára vége lesz a nyugati szoláris időszámítás szerint, és az igazi kérdés az, hogy mit segít ez rajtunk. Pontosan annyit, amennyit 2018-ban, illetve előtte elérte, el, mint belső minőségváltozás, amit hallhattál Istú bevezetőiben is, hogy Akármilyen mennyiségre gondolsz itt, mint lélek vagy elme és érzelmek, emlékek és választó tudat, valójában mit értél el? Ha minden év egy élet, mi az, ami meghalt benned 2018-ban és megszületik 2019-ben? Mi az, amit hátrahagytál ebben az évben és átviszel a következőre? És itt ahogy hallhattad, egy látszólag haszontalan dolgot csinálunk, befelé figyelünk, és megpróbáljuk meglátni, hogy mit visszünk a lelkünk hátizsákjában. És ez látszólag egy gyümölcstelen és hiába való foglalatosság. Ráadásul még paradox kérdésekkel is ellátnak téged jóindulatú szerzetesek, akik nem általanak nehezen megegyezhető nevű zenmesterek stóriaival téged úgy traktálni, hogy azt te ne tudd. De nagyon ne tudd, mert hogyha a gondolkodásod órarúgó gerincű felpattanóját egy pillanatra meg tudod állítani, akkor nem csak te nem vagy a fa mögött, hanem eltűnik az is, aki keresi. És ez, amikor ez a kettő egyé válik, akkor úgy mész tovább az úton, hogy már nem kell lépni már csak haladsz. És azért kell ide visszajönni, mert hogyha a mobilt tölteni kell, az autót szervizelni kell, akkor érdemes a lélektudatosságot is egy picit karban tartani. És hogy te milyen felső végpontot nevezel ki, ha kinevezel, vagy pedig ciklusban képzeled el az egészet, az teljesen mindegy. Ebben a pillanatban mit látsz? Mit hallasz? Mit gondolsz? Mit érzel? Mit mondasz? Mit teszel? Hogyan kezeled a másik embert, a környezetedet, a csoportot, ahol vagy? És ennek a karmáját visszük mindannyian. Mint szokás és mint eredmény. Úgyhogy boldog új évet kívánok mindenkinek, és boldogabbat, mint a 2018-as, mert ez csak rajtunk múlik. Hogy hogyan tehetjük egymást boldoggá, az mindig egy nagyon fogas kérdés, akár egyéni, páros, családi vagy csoportos szemszögből nézzük ezt. Úgyhogy, ha az új évre, vagy a régi, most éppen kifutó év miatt bárkinek kérdése van, akkor azt meghallgatom, és igyekszem rá válaszolni. Két évvel ezelőtt megtapasztaltam és megláttam valamit, amit próbálok követni, és idegennek számára sikerült úgy átadnom, hogy nem, nem beszéddel, viszont szűk családi körben, illetve a baráti társaságnál ezt nem sikerült elérnem, hogy ezt hogyan érhetném el. És nem magányomozó vagy. <laughs> nem. Értem. Nagyon diszkréten kihagytad, hogy pontosan miről van szó, és ez ég nem mondál. Tehát amit te két éve tapasztaltál, és azóta követed, vagy legalábbis kísérletet teszel rá, már biztos, hogy hozott valamilyen eredményt. Legalább a magad számára, még akkor is, hogyha ezt az adott környezetben nem tudod kommunikálni, vagy nem akarod. A kérdés az, hogy milyen emberré váltál ez alatt a két év alatt, amíg követted ezt a valamit. Mert ugye a buddha ott ült a Niranja folyó partján, gyakorolt hat évet, tényleg nagyon-nagyon semmit nem ért el, és tényleg egy jó párszor meghalt volna, hogyha tovább visz egy lépéssel az aszketikus gyakorlatot. És eltökélte, hogy addig ül a bóthifa alatt, amely akkor nem egy bóthifa volt, hanem egy normális zöld növény, fás szárral. Még nem volt elnevezve. Ameddig el nem érje a megvilágosodást. És a fáma szerint 49 napig mozdulatlanul ott ült, ahol a teste nagyon is beállította magát a korábbi Rána és egyéb ászanák következtében. És egyszer csak a 49. nap hajnalán meglátta a hajnalcsillagot, amely egyébként minden napot megmutatkozott a horizont fölött, de aznap neki ez a megvilágosodás hírnöke volt. És utána a teremtők leírták, hogy ő mi mindent látott e közben. Tehát ezt a hajnalcsillagot követjük, amely számára a felébredés. Innentől kezdve az önvalóját tapasztalja az önképe helyett. Nekem nem mondd el, magadnak, mondd el, hogy látod ezt. Az elmúlt két évben mit tapasztalsz? És téged, hogy tapasztalnak mások? Mert ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy az univerzum az véleményfüggetlen, de mi imádunk véleményt formálni. Mintha ebből élnénk, mintha ettől teljesednénk ki, mintha ettől lennénk azok, akik. És nagyon-nagyon fontos, hogy a, a vélemény helyett lássuk a tényt. Nézd meg, hogy például milyen kapcsolatban vagy a közvetlen környezeteddel. Hogy megy az életed? Te milyen hajnalcsillagot követsz? És a válasz végén egy kuan mangong zen mestert megkérdezték, hogy a buddha ott ült a bodhi falat, és elérte a megvilágosodást. Ez mit jelent? Erre azt mondta, a buddha meglátta a hajnalcsillagot, és azt mondjátok, hogy elérte a megvilágosodást. Ez por a szembe. Legyünk óvatosak. Köszönöm. Szívesen. A kérdés lényege az az, hogy honnan tudom, hogy csak passzív résztvevő vagyok, és hagyom történni az életet, vagy pedig bele is teszem az energiát? Hát, eredmény van. Ha beleteszed az energiát, és az információt is, akkor eredményes az élet. Ha nem, akkor marad az abstrakciók szintjén. A miben segíthetek attitűdről? Szeretnék kérdezni, hogy hol van az az arany középút, amikor nem válik talakodóvá, de nem is leszek közömbös valaki felé, vagy ha elvárják tőlem, hogy segítsek, de az mégsem segítő, akkor ezt hogyan kezelem? Ez körülbelül három és fél kérdés volt. És ez így nem segítő. Egyenként kérem szépen. Amiben segíthetek attitűdnek az arany közepét, hogyan találom meg? Így. Köszönöm. Tehát amikor felismersz egy helyzetet, hogy ott tényleg segítségre van szükség, egy pillanat alatt átlátod, hogy a te dolgod -e vagy sem, képes vagy -e rá vagy sem, és akkor megkérdezed, hogy segíthetek-e. És várd meg a választ. Az emberek nagyon gyakran nem akarják, hogy bárki segítsen nekik. Mert úgy érzik, hogy úgy lesznek önmaguk, úgy vállalják az útjukat, úgy élik az életüket, hogy nem fogadnak el segítséget. És ezt valahol el kell tudnunk fogadni. Közvetlen családtagnál a legnehezebb. Vagy barátnál, párkapcsolatnál, és a többi. De mindaddig, amíg nincs meg a kellő nyitottság, addig nem fogja elfogadni, vagy csak elpazarolja azt, amit adnál. És erre mondta a mester, hogy akkor még több szenvedés kell. Hát, miben segíthetek, az nem veszi el a másik ember autonómiáját, döntésképességét, önrendelkezését, és éppen ezért nem szabad visszaminősíteni a másikat azzal a kérdéssel, hogy miben segíthetek. És akkor az ember szíve megszakad. ott állsz, a teljes tálcán kínált bóthiszatvikus önzetlen magatartás, és a másik továbbra is önsorsontó magatartást tanúsít. Mit tehetsz? Ott állsz a kötszeres tálcával, amikor az illető a falba veri a fejét. És ha vérzik, akkor talán fáj. Akkor talán azt mondja, hogy kérlek, tisztítsd ki a sebemet és kötözd be. És akkor kitisztítod, és bekötöződéssel a következő lépés megint az övé. Ott van az arany középút, hogy hozzásegíted az önállósághoz. Hozzásegíted egy felébredettebb tudatállapothoz. De nem mondod meg neki, hogy hogy éljen. Mit csináljon, mit ne csináljon. Mindenkinek van budha természete, mindenki képes a felébredésre, és mi ezt segítjük. Ezért van ez a templom, ezért van ez a rend, ezért vannak az eseményeink. Nem mondjuk meg előre. Az elvek, az ítélés szabályai nagyon világos. Az, hogy az ember a döntéseinek a következményét tapasztalja, az egy több tízezer éves projekt. És ebben masszívan benne vagyunk. A bevezetőben hallott minőséget kellene emelni ahhoz, hogy kevesebbet szenvedjünk és szenvedtessünk. Ehhez viszont nem úgy vezet az út, hogy valaki más lát helyettem, hall helyettem, érez, beszél, gondolkodik vagy cselekszik helyettem. Mint a követő lények vagyunk, az okozatiságot felismerni képes lények vagyunk, de hogyha bármilyen névvel vagy formával azonosulunk és énként megkötjük, akkor letérünk az útról. És több tízezer éve próbálunk meg. Visszakapaszkodni, újra definiálni, újra követni, újra hibázunk, újra letérünk, újra visszakapaszkodunk, új paradigma, új hitek, új cselekvésmódok és a többi. És így forog körbe, körbe, körbe. Hol van a te helyed? Te hol vagy ezen? Szumzenz Mestertől hallottam többet magammal 1992-ben először, de nem utoljára egy nagyon rövid darma beszédet. Nagyjából így szólt egészen a 90-es évek elejéig a világ olyan volt, mint egy alma, amelyiknek két színe van. Az egyik fele a kommunizmusban hitt, a másik a kapitalizmusban hitt. A 90-es évek elején a zöldebbik fele is elkezdett pirosodni, és a világ egyre inkább csak a pénzről és a hatalomról szól. Már nincsenek külön ideológiák. Már nincsenek gyökeresen különböző világnézetek. Már csak az a hajtás van, amely mindenki számára egyre több pénzt és hatalmat akar odakint. Ekkor az alma elkezd fekete pöttyöket növeszteni a helyen. Megjelennek azok a válsággócok, azok a konfliktus zónák, ahol folyamatosan szenvedés, háború, hiány, nélkülözés, szegénység van. És az alma húsa elkezd rohadni elkezd az adott társadalom élete ellehetetlenülni. És amikor az alma elér egy bizonyos érettségi vagy rodhatsági fokot, nézőpont kérdése, akkor egyszer csak lehullik a fáról. Leesik a földre, darabokra törik, de ekkor a magvak érettek. Mindannyian itt vagyunk ezen az almán, mert erre a földre születtünk nincs sok választási lehetőségünk a tekintetben, hogy legyen -e testünk vagy sem, mert van, és nagyon szeretjük, hogyha van testünk. Nagyon szeretünk élni, még ha nehéz, akkor is. De az a választási lehetőségünk megvan, hogy a szétfoszló, fekete pöttyökkel teli héba a felszíni rétegbe kapaszkodunk, vagy megpróbálunk elbújni a tömegben, a rothadó gyümölcs húsban, vagy egy mélyebb szellemi valóság megismerésével megpróbáljuk ezt meghaladni, és akkor mi vagyunk a magvak. Mert ezek a magvak lesznek azok, amelyek újra teremtik az almafát. Ebből lesz az újabb csemete, ez hajt ki egy újabb almafává. De amint azt tudjuk, nem mindegyik magból lesz almafa, mert van, ami az út szélére esik, Van, amit az állatok falnak fel, van, amit a szél viszel. Ha meg is találjuk magunkban azt a lehetőséget, hogy fölébredjünk, mit kezdünk vele? Akarjuk? Ne akarjuk? Tegyük? Ne tegyük? Amíg ezek a gondolatok benned táncot járnak, addig valójában nem gyakorolsz, csak kerülgeted a zenkört. És amikor egyszer mered ezt a dualisztikus gondolkodást magad mögött hagyni, akkor belépsz az encsarnokába Ez a választási lehetőségünk. Mi akarsz lenni? Mivé formálod az életedet? Hogyan hadsz a környezetedre? Mit engedsz meg a környezetedtől? Mi az, amivé formáltathatod magadat? Ha felmered tenni ezeket a kérdéseket, akkor az életed iránya gyökeresen megváltozhat úgy, hogy senki nem mondta meg, hogy mit csinálj. Senki nem mondta meg, hogy ki legyél. Miért legyél ott, ahol vagy? Miért tedd azt, amit teszel? Ezekre a kérdésekre nekünk kell válaszolni. Ez a szellemi felnövekvés útja. Biztos nem véletlen került hozzám a mikrofon, én szeretnék kérdezni, csak nem igazán tudom, hogy, hogy tegyem föl a kérdést. Hát én nagyon szenvedek, elveszítettem a lányomat, meghalt a nyáron. És igazából azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudnák magamon segíteni, mert érzem, hogy nem tudok a jelenben lenni, úgy, ahogy te azt tanítod, mert a gondolataim azért mindig ott vannak, 23 évig ápoltam, és igazából meg kell találnom saját magamat újra. És nagyon nehéz most nekem az élet, és hogy igazán azt szeretném kérdezni, hogy 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 segítsek magamon? Először is fogad őszinte együttérzésemet, másodszor pedig pusztán magadon nem tudsz segíteni. Magadon, az eltávozott lányod lelkén, a családodon egyszerre igen. És meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek segítségével megismerheted, megtapasztalhatod, hogy valójában mi van a születés előtt és mi lesz a távozás után. Mert ekkor elmúlik a bizonytalanság mardosó gyötrő érzése. És ekkor nem az lesz a kérdés, hogy mi lett vele, mi van a testből való távozás után, hanem hogy hogyan segíthetek neki. Erre megvannak a tanítások, megvannak az eszközök. És akkor már nem a saját gyászfolyamatom lesz a legfontosabb, hanem az, hogy a testen túl is, a halál állapotában is hogyan segíthetem azt, aki a vérem. Aki a gyermekem, akivel nagyon közös karmám van, hiszen azért született hozzám. Úgyhogy ezek a kérdések el fogják terelni egészséges módon a figyelmet a puszta önreflexiótól egy olyasféle útra, ahol valóban segíthetsz magadnak és másokat. Hogyan tudnánk helyes döntést hozni, hogyha még nem tiszta a tudatunk? Az első döntés az az, hogy megtisztítjuk a tudatunkat. Az nagyon helyes. Volt, volt, olyan szerencsém, hogy, hogy nagy, nagyon nagy veszteséget tapasztaltam meg, és, és ez rámutatott arra, hogy, hogy, tulajdonképpen ne akarjak sok mindennel foglalkozni az életemben, hanem csak egy dologgal, és sokat foglalkoztam az ennel, és olvastam valahol, hogy, hogy tulajdonképpen az egyetlen dolog, amivel rendelkezünk, az egyetlen tőke, a tudatunk, és az lenne a kérdésem, hogy azért, azért jöttem tulajdonképpen ide, hogy emeljem a tudatom minőségét. Nagyon sokat mondta a párom, hogy ne foglalkozzak azzal, hogy épp milyen állapotban vagyok, csak gyakoroljak. Hogy nekem az egyetlen dolgom, hogy a formát gyakoroljam. És majd jön minden. Mondta a párod. Igen. És, és az a kérdésem, hogy, hogy valóban mi képesek vagyunk minőséget létrehozni. Ez inkább egy ilyen morális kérdés, vagy az egyetlen dolgunk, hogy folyamatosan gyakoroljunk, és próbáljuk fenntartani. Ezt a párattól megkérdezted? Mert ha már ennyire mondja neked, hogy te gyakorold a formát, hát akkor vállalja el a következményeit is. Na, mit mondott? Ugye? Ezt tapasztaltam most, hogy gyakorlatilag iszonya csak az erőlködtem, hogy létrehozzam azt a minőséget, amit szeretnék elérni, és gyakorlatilag minden formális dolgot elrontottam. Szerencsére, mert kiderült, hogy hosszú úton jársz. Ez a minőség, amiről szó van, nem biztos, hogy a párod is ezt gondolt, ezt majd megbeszéled vele, de amiről itt szó van, az nem egy csinál dolog. Ezt nem létrehozni kell. Ezelől csak az akadályokat kell elhárítani. Amit idehozol, az csak a karmád. Ami idehozott, azt keressük. Tehát itt ülünk évek hosszat, hónapszámra, hetekig, reggeltől estig, és mi az értelme? Ha az értelemben keresed, akkor túl sok értelme nincs, mert minden dualisztikus minőség egy idő után kiegyenlíti egymást, jön és megy, és viszontlátásra. Ne a felhőben keresd az eget. Amikor a felhők eltakarodnak az útból, akkor látod az eget. Tehát ne egy minőséget akar létrehozni. Tapasztald meg a látót. Ezért visszatérünk a gondolkodás elé. Ne hoz létre semmit tehát ne projektálj semmit, ne ellenőriz semmit, ne akarj valami különlegeset, ne ragaszkodj az emlékeidhez, és ne azonosulj a karmáddal. Ez mind úgy kezdődött, hogy ne, ne, ne és ne. Ezzel nem létrehoztam valamit, hanem akadályt hárítottam el. Téves nézeteket számoltam föl. A kapzsiság és harag gyökereit vettem ki. A hamis önképet bontom le. Tehát nagyon nagy a munka, mert több életnyi megkövesedett hamis tudatot, téves nézetet, ezeket, eket akarítani az útból. És ha így nézed, minden forma tanít, minden forma mester, minden hang egy csepp ima. És akkor a pillanat letisztó. Semmi különlegesre nincs szükség. Rád van szükség. Okay. Köszönöm. Szívesen. Szungszán zenmesternek a könyvében már többetszer olvastam azt, hogy a zen gyakorlásához nagy hitre, nagy kitartásra és nagy bátorságra van szükség. A kitartás és a bátorság még csak érthető, de mi az a mit, mit ért a hit alatt? Most mit hiszel? Hogy látom a kezedben a botot. Helyes. Tehát, amikor tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán gondolkodsz, érzel, beszélsz, cselekszel, ebben a pillanatban az hihető. A hit itt nem azonosulást jelent. De a tapasztalatnak hiszünk. Amikor pedig a nem tudhatót tapasztaljuk, amikor azt tapasztaljuk, ami nem szem, fül, orr, nyelv, test és értelem függő, vagy tudatfolyamat függő, vagy múlt jelen függő, az is tapasztalható. Csak az még egy lépés kell, az esz kell. És akkor ez a tapasztalat is a hitednek az alapja. Tehát itt nem ismeretek kellenek elsősorban, az ismeretek annyit érnek, amennyire a tapasztalat küszöbéig elvezetnek. És akkor a tapasztalat a tied. Az ezáltal tapasztalható szellemi autonómia pedig közös. És a hit az itt tapasztalat alapú. Nem pedig gondolat, vágy, projekció, lehet? Így kell lennie? És a többi? Nagyszerű. Nekem az idő a, a, a problémám. Az idő, mert hogy, mert hogy az már lehet, hogy nekem kevés, vagy hogy mennyi, azt nem tudom. De az idővel vagyok mindig, mindig párbeszédben vagyok az idővel. És az idő visszaszól? Uh, igen. Hú, az nagyon komoly. Igen. És mit mond az idő? az idő? Az idő mindig kevés. Próbáljuk ki. Megkérdeznéd most az időt valamiről? Nézzük meg, mit mond. Van. Hát az idő azt mondta, hogy van. Így van? Ja. Hát akkor nincs probléma. Az előbb azt mondtad, hogy kevés, most viszont az idő rácáfolt, és azt mondta, hogy van. Uh, ja, ja. Hát akkor, akkor azzal kapcsolatban is van problémám, hogy aki körülöttem vannak, azok mondják, hogy nincs idő semmire. Hát inkább az időre hallgass, ha már arról van szó. Miért, az másik, miért mások véleményére hagyatkozol? Ne, az nem idő vagyok. megmondta, hogy ő van. Kész, ennyi volt. Tehát turos felszólalt, hogy egyél meg. Nem hagyatkozom, csak most az miért, miért zavar engem, hogy másnak nincs ideje arra, hát. ami nekem... Talán az zavar, hogy másnak nincs ideje rád. A ne, vagy, vagy ami nekem fontos, igen. Az ugyanaz. A. Így már ez nem az idő problémája, hanem kapcsolat. Tessék, megnézni, hogy kik azok, akik így viselkednek veled, és lehet, hogy egy kis családterápiára el kell menni. Ó, már ezen, ezen, ezen túl vagyunk. Csak és azt akarom mondani, hogy az meg, az meg jó-e, hogy, hogy én hogy én boldog vagyok. Még egy lépés kell. Az, hogy te boldog vagy egyénként, az nem jó és nem rossz. Mit csinálsz a boldogságoddal? Csak vagyok. Magadban? Nincs időd másokra esetleg? De adom. Hogy... És vissza is kapsz belőle? Igen. Akkor nincs probléma. De, hogyha a boldogságod csak saját magadnak marad, akkor előbb-utóbb elszigetelődsz és a többi ember nem hajlandó tudomást venni rólad. Ekkor nincs idejük rád. Ah, volt ilyen, de már nincs ilyen. Örülök. Van még kérdésed? Köszönöm, hogy meghallgattál. Szívesen. Kérdésem abból indul ki, hogy nagyon sok emberi kapcsolat az kihívásokkal teli, és ugye, vagy én úgy tudom, hogy ennek nagyon sokszor karmikus vonzatai vannak amikkel jó lenne szembenézni és nem megfutamodni. Viszont nagyon sokszor, mint hogyha arra a szembe mennénk, és ez egy idő után, mint már úgy amblok teljes egészében kátolna az úton való haladást. És hogy honnan, honnan ismeri fel azt a helyzetet, amikor ezeket a kapcsolatokat egy picit el kell engedni, vagy el kell távolodnunk tőlük. Például a konkrétumokban való fogalmazás, ez egy jó kezdet. Igen. Jelenleg olyan abstrakció rétegben vagy, amely az elhárító mechanizmusok egyik mesterdarabja. Hát amikor te szépen így távolítasz, 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 akkor a megoldhatatlanság felhőjébe száműzöd az egészet. Ne nekem legyél őszinte, magad felé. Nézd meg ezt a szerencsétlen emberi kapcsolatot, amivel szembe kéne nézni, de mégse, vagy harcolnék, de azért békés is maradnék, van egy közös dolgotok. Egy irányba megy a hajó. Dolgozzátok ki, hogy ki a kormányos, ki a szakács, ki a fedélzett mester. Ha meg nem, akkor viszontlátásra. És akkor, hogyha vannak közös céljaink, ami több, mint kettő ember, három ember, több ember, aki éppen jelen van ebben a kapcsolati mátrixban, akkor érdemes egymással dolgoznunk, mert valami többről van szó, mint az én személyes jó érzésem, boldogságom, komfortzónám, stb. De ha nem, akkor engedjük el egymást, mert akkor csak egoharc lesz belőle, és azt senki még ebben a történelemben nem nyerte meg. Oké? Okay? Szívesen. Én sokszor azt érzem, hogy a gyakorlásom egy kicsit így, mintha külön életet élne egyfajta ilyen párhuzamos, párhuzamosan működne. Tehát ő... mindig egy kicsit több lenne, mint amit be tudnék uh, integrálni így a... Van egy nagyjaim. párhuzamos éned, amelyik gyakorol? <laughs> hát nem az... nem. Az jó, mert most gondold el, hogyha az egyik avatárodat otthon hagynád, te figyelj, maradj egy kicsit, légy itt a párnál, én addig elmegyek iskolába, vagy vásárolni. Mire visszajössz, az tisztára megbuthult. És úgy megvilágosod, hogy nem hajlandó rád ismerni. És ki vagy te itt? Milyen borzasztó dolog lenne ez? Na, folytasd! És valahogy ezt szeretném integrálni. Minél jobban. Egy kicsit tudtam, meg tudom is. Meg Egy kicsit valamennyire hogy mindig... Az mondd el nekem. De nem tudom annyira, amennyire a nem szeretném. nem tudom nagyon jó. Hogyha visszatérsz a nem tudóba, a nem gondolkodóba, azzal nem hozol létre ént. Sőt, én változatokat, önképeket. És hogyha visszatérsz tényleg a gondolkodás elé, akkor a tudat letisztul, mint a tér, letisztul, mint a tükör. Abban egy darab én nincs, de az égkék, a fűzöld, zöld, éjszaka holdfény, nappal napfény. Úgyhogy ha helyesen gyakorolsz, akkor az természetesen visszahoz téged az egy tudatba, az egység tudatba. Ha az intellektus kreálmányait követjük, akkor számos önkép lesz, számos avatár lesz. Ezekre nincs szükség. Lehet, hogy csak pillanatnyi szükség van, megteszed, és utána lebontod az egészet. Ezeknek nincs önálló léte, nincs önálló énsége, nincs abszolút értelme vagy értéke, úgyhogy ne ezekkel a keletkezett dolgokkal foglalkoz, vagy személy változatokkal, önképekkel foglalkoz hanem tér vissza abba a tudatba, ahonnan ezek keletkeznek. És légy ura ennek a teremtésnek. Ne teremtsünk paralel univerzumokat, vagy paralel kontinuumokat, mert néha egy kicsit zavaró. Amikor gyakorolsz, csak gyakorolj. Amikor eszel, csak egyél. Amikor dolgozol, csak dolgoz. És ne akarsz rá címkét lásd az ok és okozat helyes működését, lásd azt az irányt, amit fölveszel az életeddel, és hogyha az helyes, akkor nem kell az én miatt aggódni, hogy egy van, vagy több, párhuzamosak, vagy sorosak, ciklikusak, vagy lineárisak. Jó? Ez mind itt teremtődik. Eredetileg nincs ilyen. Én a karmáról és a lélekvándorásról szeretnék kérdezni, ami egy kicsit ilyen távolabbi dolog lesz hogy ugye most 7,5 milliárdan élünk a Földön körülbelül, és hogy 200 évvel ezelőtt csak 1 milliárdan voltunk, ami ugye azt jelenti, hogy az új lelkeknek és az új tiszta karmák így meg és és ez hogy van, vagy miért? Ebből a meg ember embermennyiségből te hány embernek segítesz? Kevés, nem? Akkor nem mindegy, hogy hányan vannak és onnan jöttek? Végül is, de... Próbálj meg több embernek segíteni, és akkor ez a kérdés átváltozik valami hasznosabbá. Jó? Okay. Úgy, azt veszem észre magamon, hogy nagyon könnyen visszatáncolok a, a, a múltba, tehát nagyon könnyedén átadom magam a Milyen zenére? Az nem mindegy. Hogy? Milyen zenére táncolsz vissza a múltba? Ez mostanában eléggé kiszélese, de sokfélére. Klasszikus jazz balett, esetleg egy kis salsa. Na, hogy táncolsz vissza a múltba, mondjad? Ö, eszembe jutnak emlékek. Az tangó. A múlt és... árnyaival egy jó, csak te vezes, ez a fontos. Na igen, ez az, hogy néha úgy érzem, hogy elvesztem a, a vezetést, és tehát Elég sokszor mostanában hogy azért elértem azt, hogy amikor ébren vagyok, csinálom a dolgomat, dolgozok, stb., akkor koncentrálok arra, amit csinálok, nem gondolkodok úgymond hülyeségeken, haszontalan dolgokon. Viszont rendszeresen ébredés környékén, tehát amikor reggel fölkelek, és ilyen félálom jellegű állapotban vagyok, akkor mi megrohamoznak olyan érzések, emlékek, amik hát fájnak, vagy legalábbis fáj, hogy már nincs nem úgy van, Párkapcsolat van? Ja, eh, igen. Akkor ez hogy fordulhat elő? Hogy? Hogy, 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 hogy? <laughs> hogy fordulhat elő, hogy te párkapcsolatban élsz? Ja, nem élek párkapcsolatban. Na, erről szó, ez a probléma. Ne a múltba táncoljál vissza, Keres egy párt és táncolj vele a jelenben. Az segít. Csak ez az összesen érzés, meg 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 visszahúz, ez el fog tűnni, ugye, hogy van de a technikát úgy reformálni, a zen Sokkal rosszabb, személyre szabom, az szörnyű, mert nem lehet követni. Tehát vannak alapdolgok, rendkívül egyszerű és világos technikák, ez a három nagy kosár a kérdéssel, a mantrával, illetve a tér és hang felfogásával való munka. Ezek nagyon nagy dobozok, ebben mindenkinek néha szüksége van egy kis pontosításra, főleg amikor elképesztő kemény karmával dolgozik, hogy hogy válassza le magáról épp azt, ami hétfejű sárkányként éppen megenni készül őtet. Hát ilyenkor néha szemére kell szabni, hogy tényleg jobban működjön és gyorsabban. De a technika nem változik. És a jó hír az, hogy ezen az nem technika függő. Tehát elmondjuk, hogy a pohár az lehet üvegből, fényből, fából, műanyagból, de mindegyikkel vizet iszol. A nyugat annyira technológia függő, hogy összecseréli a poharat a vízzel. És amikor a poharat iszza meg, akkor csodálkozik, hogy ropog az üveg a foga alatt. A természetnek valamit visszaadni, visszasegíteni. Hát azt Ezt kell. hogyan lehet megtenni? Milyen hát, módon? Alapvető dolog, hogy elkezdünk fát ültetni, mint a bolond, mert jelenleg kivágjuk az összes erdőt így globál módon. Ha meg esetleg a termőtalajt is meg tudjuk termelni, mert vannak erre módszerek, azt hiszük, hogy a termőtalaj az úgy magától van a termőtalajt is meg lehet termelni. Kérem szépen, tessék a természetet gyógyítani, hogyha valakinek ilyen jó karmány és lehetősége van, elképesztő szükség lenne rá. Mert most, mint 7,5 milliárdnyi homo sapiens, ott tartunk, hogy hazavágjuk az összes nagy ökoszisztémát. És ahogy az univerzum vélemény független, hogy a földbolygó se fog neked ajánlott levelet küldeni, hogy emberiség baj van. Vagy mondjuk a halak szakszervezete azt mondják, hogy ne tessék minket ilyen gyorsan lehalászni. Vagy a Koral Albizottság azt mondja, hogy savasak a tengerek, nincs elég oxigénünk, jó napot kívánok. Vagy a ö, jéggyűlés, Arktis és Antarktiszi szekciója azt mondja, grönlandiakat is belevegy, hogy gyerekek másodpercenként 14 ezer tonna víz ömlik be csak az északi féltekén a jégsapkákból a tengerbe. Másodpercenként 14 ezer tonna most. És most, és most. Számolt ki, vizualizáld úgy, hogy 20 tonna az egy nagy tehervagon. 700 ilyen tehervagon másodpercenként. Úgy, hogy egy szerelvény 100. Képzelj el 7 darab teljesen megrakott, 100 kocsis szerelvényt másodpercenként vízzel megrakva, úgyhogy az ömlék bele. Most ez van. Hogy akinek lehetősége van, az az anyjában fogja hozzá, mert előbb-utóbb mindegyikünknek kell. A nyugati ember, és így most már az egész emberiség egyik tragédiája, hogy nem ismeri a természetet, mert nem ismeri önmagát. És ezért azt tesszük a bolygóval és egymással, amit. És elképesztő tanulás lesz ez. Már most is az, de hát ez még keményebb lesz. Mint tessék egy kicsit felkészülni erre. Egyéb kérdés? Szóni, szóval azt szeretném kérdezni, hogy az élet vele járója a betegség, ugye? Egy Igen, rész. meg az öregség, meg a halál, ez a három, ez a trió. Köszönöm. Ö, aki betegségben szenved, és hosszú ideig tartó betegségben, és a nyugati orvoslás azt mondja erre, hogy gyógyíthatatlan, az ad egy tudatot, egy, az én tudat mellé még egy betegség tudatot, hogy ugye beteg vagyok, ha ezt stádiumokban, évek alatt félre tudom tenni, és el tudom hagyni, és el tudom fogadni, és szeretnék szent gyakorolni, de van visszatérő mozgáskorlátozottság a fizikai testemnek, érdemes elkezdenem szent gyakorlatokat végezni. Igen. Mert az én tudat és a betegség tudat alapjaiban nem azonos. Ha megvan az én tudatod, és emellett látod, hogy a test, vagy esetleg az energiarendszer hol beteg, de már nem azonosulsz vele, akkor egyébként már zen gyakorolsz. És hogy el tudj ide jönni, ahhoz minden eszköz megvan materiálisan is, és az, hogy itt tud gyakorolni, arra is minden lehetőség megvan. Hát fizikailag nincs akadály. Hát akkor, amikor látod a betegséget, de nem azonosulsz vele, akkor a lélek már meggyógyult a test még nem. De így a test könnyebben gyógyul, hogy mint az okos sofőr, kiszáll a szervízajtónál, és a szervizben engedi, hogy dolgozzanak rajta, lást kórház, doktor, stb. És utána pedig visszaszáll az autóba, és szépen hazamegy. A lélek is ilyen. Ez itt a lélek szerviz. Köszönöm szépen. Szívesen. Koreában, vagy Japánban, vagy a tradicionális rendszerekben van hasonló darma beszéd, mint, mint ami itt, itt szokott lenni? A múlt az nem ilyen volt. Tehát a múlt az volt olyan, hogy interaktív és kérdés-válasz természetesen, de annyit tudjunk, hogy ez a műfaj, amit itt most ebben a templomban gyakorlunk, az egészen 1950-ig szigorúan csak kolostori kapuk mögött létezett és a koreai háború után kezdettek kinyilni ez az egész. Japánban a második világháború után, Tibetben a kínai invázió után, Indokinában a vörös és a borzalmas kommunista terror után. Tehát az, hogy a 20. század második felében konténernyi, elképesztő mennyiségű keleti tan érkezett ide nyugatra, ez teljesen új. Teljesen új. És nagyon nagy feladat megtartani a hagyománynak az eredeti tiszta értelmét és működését, és ezt a nyugati társadalomba integrálni. Ezért dolgozunk úgy, hogy hívek maradunk az eredeti tartalomhoz és üzenethez, de bizonyos szempontból ezt adaptálni kell. A régiek ennek a tizedét nem mondták el, mint amit mi most itt hallunk. Tehát ez a régi egy mozdulat, egy mondathoz képest, amit egyébként évszázadok alatt eszenciává érleltek, ez annyira szószátjár, annyira szájbarágos, annyira elmondok mindent, hogy az már sírnivaló. De még néha így is kevés. Tehát amikor az alapokat lerakjuk, akkor szépen rakjuk, rakjuk, rakjuk egész addig, amíg a következő szintre el nem lehet jutni. Tehát nagyon más volt. Aki oda be akart kerülni, ha tényleg három napig ott ültették a kolostor bejáratánál, aztán, ha még három nap múlva is ott volt, akkor azt mondták, na, befele. Tehát ezt nem adták ingyen, és nem adták könnyen. De azt hiszem, a világ elképesztő nagyot változott, és az a természetes érdeklődés, amely a szemetekben van, ami idehozott ide titeket ma este, az nagyon értékes, és nagyon tiszteletre Mert ennélkül tényleg nem tudnánk segíteni magunkon és másokon. Úgyhogy most milyen tanítást kapsz, az a fontos. A múlt, az elmúlt. Én egy nagy harmóniaigényű ember vagyok, és az utóbbi időben arra érzek elhivatottságot, hogy a különböző vallásokat jobban megismerjem, és közelebb hozzam egymáshoz azokat az embereket, akiket szeretek, és különböző vallásokat gyakorolnak. Ekkor szűnik meg a harmónia. Miért akarod közelebb hozni őket egymáshoz? Nem elég a saját problémát? hát jelenleg ezt érzem saját problémámnak. Nem, ez ebben a pillanatban már egy csomó egyéb ember problémája, mert közelebb akarod őket hozni egymáshoz. Engedd, hogy saját maguk kerüljenek közelebb egymáshoz. Nem kell őket hozni és vinni. Az, hogy te körülötted harmónia legyen, az nagyon fontos, és veled szemben is egy nagy harmónia igényű ember ül megtanultam, hogy nem szabad ilyesmiket akarni, mert akkor azonnyomban kiborul az összes bili, és mindenki elkezd rád mutogatni, hogy te mit csinálsz velük a szentséges harmónia igény nevében. Tehát nem. Tegyük a dolgunkat. A természetes kapcsolatainkra nagyon jól figyeljünk, és ezen kívül nem kell akarni, hogy különösebben semmit, mert már ez annyi feladatot ad, hogy el se tudjuk végezni. Harmóniát találjuk meg először is úgy önmagunkban, tehát azt az alkalmazkodó képességet, amely más emberek harmónia igényét is el tudja fogadni például. Mert amíg nagyon erősen gondolkodunk és beállítjuk szépen az összes preferenciát, addig a te harmóniád és az én harmóniám különbözik. Abból pedig diszharmónia van. Elég könnyen. Hogy amikor az ember a természetes élőhelyén a kapcsolatait elkezdi szépen harmonizálni, ez semmi más, mint magából elkezd lejjebb adni. Elkezdi az önképét felszámolni, elkezdi az abszolút értékű nézeteit relativizálni. És akkor egyfajta harmónia úgy kezd el kialakulni, hogy a külvilág elkezdi azt mondani, hogy te megváltoztál, te. Hát olyan alkalmazkodóbb lettél, olyan kedvesebb meg most már meghallgatsz. Tehát ezek a nagyon-nagyon fontos yin minőségek, meg ugye a lágyabb, alkalmazkodóbb, ezek így elkezdenek kifejlődni, vagy újraaktiválódni. Ezzel tudod a harmóniát segíteni. És akkor nem te hozod az embereket közel egymáshoz, ők jönnek hozzád közel. Már azzal az igénye, hogy megtanulják tőled, hogy ugyan már. Hát hogy csináltad? Sehogy. Nem csinálok semmit. És ez a titok, hogy nem csinálok semmit. És akkor szépen kiegyenlítődnek a dolgok, Feszkó elmúlik, vélemények nem ütköznek, és végre meglátjuk, hogy mi a dolgunk egymással, mi a dolgunk közösen. De teljesen máshol van ez, mint ahol mondjuk gondolatilag vagy érzelmileg mi ezt szeretnénk. És pontosan ezt kellene megtalálnunk, a valódi eredetét ennek a harmóniának. És ez a zen az egy nagyon jó paradigma, mert ott eredetileg a tudat nem mozdul, eredetileg nincs karma, és minden, amit létrehozunk, a saját szemünk előtt történik. Úgyhogy teljes a kontroll, és megvan a lehetőség arra, hogy harmonizáljuk az életet. Nézd meg ezt a négy nagy csatornát, ami Ugye a beszéd, cselekedet, gondolat, érzelmek. Ezek annyira fontosak, hogy minden nap háromszor az ezekre vonatkozó minőségeket, mint bodhiszatákat mi megénekeljük. Együttérzés, érzelmek, a valókítés van, azaz kvanszembószá. Gondolkodás, jó esetben bölcsesség, munszúbószá, manjusri. A fogadalom értékű, vagy a megvalósulást jelentő beszéd, az azaz garba bódiszatva, hogy amit mondasz, az legyen, és amit van, az legyen kimondva a szükséges mértéki. Utána a Deheng bolyomból száz, a Samantha Badrő pedig a nagy cselekedet, a lustaság gátló, ugye? Tehát amikor tennem kéne, de mégse. Hát ez a négy nagy csatorna, ez annyira fontos, hogy a mahaján a zseniális eszköztárához nyúlva externalizáljuk az egészet, leborulunk előtte, lepucoljuk és visszatesszük magunkba, ugye ahogy van. Ez naponta háromszor. Ez a szerviz. És ez a harmóniának egy nagyon fontos alapja, hogy például meglátod azt, hogy mit viszel magadban, és mersz lejjebb adni belőle, mersz kipakolni szépen a, a semmibe, úgyhogy az ne is jöjjön vissza. És akkor meglátod, meghallod a másikat. Tükrözöd a másik lelkét, tudatát. És akkor hirtelen a másik azt érzi, hogy te megértetted őt. Nem szóltál egy szót se. Csak ott ülsz, vele szemben. A jelenlétedben egy olyan elfogadás van, hogy még kérek. Még jönnek? Nemrégiben olvastam egy könyvet, amiben a meditáció, mint eszköztár megemlített volt, és ez buddha életében már létezett. Előtte is Sőt, előtte ő ezt is. elmondja, hogy Deepam, Karakasya, stb. többi, nem ő az első. Ez nagyon fontos, hogy beteszi magát a Buthák sorába. Igen. És furcsa szó, de mi volt az, ami, ami forradalmasult vele, vagy ő volt az első, aki? Aki. Nem ő volt az első, és ő nagyon óvatosan, világosan ezt kimutatja, nehogy azt higgyük, hogy ő találta föl a spanyol Az nem. De a mi történelmi korunkban ő volt az, aki a teljes megvilágosodást 2500 évvel ezelőtt kb. elérte. Ezt az eszköztárat teljes szelszámkészletével bemutatta. Sőt, úgy hagyományozta ránk, hogy képes három dologra, képes megsokszorozni önmagát, a megsokszorozódás közben képes a tanulásra, és így alkalmazkodik, és ezeket a tapasztalatokat összegyűjti, és így evolvál. Ezt hívom szellemi evolúciónak. Tehát megsokszorozódás, tanulás, és az alkalmazkodásnak az összegyűjtése, és egyfajta bölcsességé való formálása. Így viselkedik a tan, amely 2500 éve a világ minden tájára eljutva folyamatosan adaptálódik azért, hogy segíthessünk egymásnak. Nagyon sok minden bekerült ebbe a szerszámos ládába, és ki is került belőle. Nézd meg, hogy a hagyományok technikái mennyiben különböznek. A gyönyörű az, hogy még senki igazi buddhista nem kezdett el vitatkozni, most ez a technika jó, a másik meg rossz, meg az én hagyományom az első. Teljesen abszolút értelmetlen, és a tantól idegen lenne ez a fajta rivalizáció. A hagyományok azok egymás mellett léteznek. A hagyomány vonalak tiszteletben tartják egymást. Miért? Nézd meg a, az erdőt, vagy a dzsungelt, vagy a mezőt. Ott nincs olyan, hogy az egyik fa tiltakozna a másik fa növekedése ellen. Mindegyik fototróp, mindegyik talajban gyökeredzik, nedvességet nyel el, fényigény, stb. megy fel az ég felé. De egyik sem tör a másik életére, és egyik sem mondja azt, hogy te rosszabb fa vagy, mint én. De bizonyos fák megvastagszanak, és felnőnek az égig, képletesen, mások elsatnyolnak, és elpusztulnak. És a természetben nincs olyan, hogy ez jó vagy rossz. Ez a természetes kiválasztódás, és hagyományvonalak működtek így. Tehát a hatodik pátriárka Huineng után volt, öt nagy iskola, és az Unmun vagy Yunmen iskola 400 év után kihalt. A többi az szépen evolvált, változott, megsokszorozta magát, stb. a többi. A nem. Hogy miért, azt ők tudják. Nekünk nem kell oda visszamenni, csak azt kellene látnunk, hogyha a sajátunkkal valami baj lenne. Hogyha nem tudnánk hirtelen perspektívát adni, ha nem tudnánk egy meditációs gyakorlatot tanítani, ha nem tudnánk segíteni másoknak azért, hogy világosabb tudatú Épebb lelkű ember legyen. Én remélem azt, hogy a 2019-es évben is nagyon sokan ellátogattok ide, együtt gyakorolhatunk, elérjük közösen a felébredést, és megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!